Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. A mai műsorban lesz szó az ománi kultúráról, egy új sóstói múzeumfalus rendezvényről, valamint rajzmeditációról is. Most pedig a magyarság korai történetéről, a Kárpát-medencei betelepülés időszakáról is beszélgetek vendégemmel, dr. Németh Péter, címzetes múzeumigazgatóval, régész történésszel. Köszöntöm Pétert. Én is köszöntöm a hallgatót. Nagyon érdekes kiállítással fog előrukkolni a Józsa András Múzeum, ha jól tudom, következő héten, de nem feltétlen hazai helybeli a tárlat, amit majd bemutatnak, hanem pár kilométerrel arrébről jön ez a dolog, Szolnokról. Meséljen erről a kiállításról, csináljon nekünk és a nézőknek egy kis kedvet, hogy miért is menjünk el ismételten a múzeumba. Szeretném fölemlegetni, hogy már egy hasonló tárlatot éppen két évtizede láthatott Nyíregyháza múzeumlátogató közönsége, mégpedig a magyar honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült egy kiállítás Borsod, Szabolcs, Hajdu és természetesen a Magyar Nemzeti Múzeum részvételével, és ennek a négy intézménynek az összefogásából egy olyan szép kiállítás sikeredett, amelynek Miskolcon volt a bemutatója, hogy ez lett a központi kiállítás is, amelyet akkor az államfő nyitott meg a Nemzeti Múzeum épületébe. Nos, ez a kiállítás lekerült ide Nyíregyházára is. Hát, akik velem egykorúak, azok emlékezhetnek rá. A fiatalok kevésbé, és éppen azért nagyon örülök, hogy most megint négy intézmény fogott össze a Szolnoki Múzeum vezetésével, hogy elhozza annak a középső tiszavidéki tájnak a leleteit, amelyet a szolnoki, kecskeméti, kalocsai, ne feledjük el, és természetesen a Magyar Nemzeti Múzeum erről a területről őriz. Érkezik akkor ez a tárlat ide Nyíregyházára hozzánk. A nyíregyháziak is hozzátettek ehhez? Igen, biztos, hogy hozzá fognak. Hát nem tudom, hogy kiveszik-e a trezorból a két aranyszabját, vagy pedig az maradott. Lehet, hogy kiveszik ehhez a kiállításhoz, mert ezt is őrizni kell. Ezt a két aranyszabját, amit most említett, hát erre nagyon büszke lehet a térségünk. Igen, büszkék is vagyunk, ugyanis eddig a Kárpát-medencéből három aranyszabja ismert. Az elsőt itt ebbe a megyébe, Geszterét községbe, 1927-ben a disznó túrta ki. Na most ezt egy kondás fiú összeszedegette, természetesen elterjedt a híre. Hát ott a vajitanyos cselédsége szerintem lopott belőle. Pontosabban zsebrevágott néhány szebb tárgyat, mert tudjuk, hogy mi hiányozhat egy ilyen sírból. Többek között nincs meg a teljes szabjahoznak megfelelő aranylemez, amelyik a szabjának a külső felét borította. Tehát centiméter, a szabja megvan, pontosan ki tudjuk számolni, hogy hány centi maradt ott a helyieknek a kezén, de Kis Lajos megpróbálta, és az ottani bérlő, egy Goldstein László megpróbálta
úgy, ahogy csendőrök segítségével is természetesen összeszedni, amit össze lehetett. A műsor előtt nekem azt mondta, hogy itt ez a mi vidékünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, vagy hogyha tágabban nézzük a régiót, ez a Közép-Tisza vidéke, nagyon is gazdag lehetett a 10. században. Nagy gazdag, itt volt a központja a magyar, magyar nagy fejedelemségnek. Már csak ugye, a két szabja is ezt bizonyítja. Mert van még egy harmadik rakamoz mellett a Zempléni földvár közelében a csehszlovák kollégák, akkor még csehszlovák kollégák, most már szlovák kollégák ásták ki. Szóval három aranyszabja egy területen, a régész, akinek éppen erről az időszakról nincsenek forrásai, történeti forrásai, azt mondja, ezek a leggazdagabb magyar leletek. Na most, miután a magyaroknak a fejedelmeit ismerjük többé-kevésbé, hiszen a 10. század közepén Árpád dédunokája, Tormás herceg elment Bizáncba, a mai Isztambulba, és ott a bizánci császárnak felsorolta, hogy hát, hogy is, kik is ők, honnan jöttek, hogyan kerültek ide be a Kárpát-medencébe, és kik az ő fölmenői. És szerencsére a császár történetírója mindezt lejegyezte, és innen tudjuk, hogy bizony-bizony Tormás idejéig, tehát a 10. század közepéig, Árpád után még azért volt vagy három fejedelem. Hol vannak ezeknek a sírjai? Hogy Árpádi hol van, azt nem tudjuk, pontosabban tudni vélték egyesek a középkor vége felé, azt regélték, hogy Óbudán egy templomot építettek a sírja fölé. Nem igaz. Nem igaz, ugyanis itt húzódtak meg, itt a Felső-Tisza vidéken a régészeti leletek tanúsága szerint, és valamikor a 10. század közepén, mondjuk Taksony fejedelem idején, vagy vegyük egy nevezetes ütközetet, az Augsburgit. Szerintem akkor bármi megtörténhet ön szerint? Gondolok itt arra, hogy itt az elmúlt évtizedekben folyamatosan és nagy leleteket találtunk. Akkor lehet, hogy 2016-ban még különlegesebb tárgyakat találunk, mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Bármikor. Bármikor, akár ebben az évben. De szerintem a következő 30 év belül fog kerülni. A negyedik aranyöretes szabja is, és talán lesz annyi szerencsénk, hogy valamelyik tárgyra, amelyik egy ilyen régész által föltárt, tehát hiteles sírból kerül elő, talán még rovásírással lesz is valami útbaigazító. Ennek a kiállításnak egyébként lesz egy nevezetes tárgya, homokmégyől egy csontlemez, egy íjhoz tartozó csontlemez, a magyar reflexíjakat és csonttal vonták be, és ez a csontlemez azért érdekes, mert ezen van az egyetlen honfoglaláskori rovásírása szövegünk. Na hát akkor tényleg szükséges ugyan, már egy ugyan nem tudjuk, találni. Hogy nem tudjuk, hogy mit jelent. Próbálták megfejteni több kísérlet is, nem is mondom el, jöjjön el a látogató, nézze meg. Jaj, mert, de jó felvezetés, mert lesz természetesen ott lesz, hogy milyen kísérletek voltak eddig, de bizonytalan. Bizonytalan, mert nem tudjuk, hogy milyen nyelven kell megfejteni. Törökül, hiszen hát a robásírás az a török népeknek a sajátja, vagy pedig finnugorul, azaz mai magyarul kellene olvasni ezt a szöveget. Ez pedig már akkor ténylegesen kiderülhet talán a közeljövőbe, de egy biztos, Árpád népe, Gyula népe jövő héten már elérhető a József András Múzeumban. Március 11-én 11 órakor lesz meghívó. Én ma interneten megkaptam, már tudni, ma készült el a meghívó tervezete. Akkor remélem, hogy mi is megkapjuk. Meg fogják maguk is kapni. Dr. Ulrich Attila alpolgármester és dr. Katona Ilona, aki ennek a
észak-magyarországi régiónak volt valamikor a turista főnöke, nagyon sokan emlékeznek rá itt Szabolcs megyéből is, fogják köszönteni a vendégeket, ők az utóbbi a szolnokiaknak a kérésének megfelelően, és Madaras László, régész kolléga fogja megnyitani a kiállítást, mert hát egy kiállítás, egy szakkiállítás, miért ne régész nyisson meg. Köszönöm szépen az ajánlást Németh Péternek, remélem ott is találkozunk majd Biztosan. Önnel. És arra kérem, hogy maradjon még velünk egy pár pillanatra, mert ajánlunk önnek és a kedves nézőknek is egy kiállítást, ugyanis Pálffy Julianna festőíró és Pálffy István festő grafikus művészek kiállítása nyílt meg múlt pénteken Nyíregyházán az East Art Kortárs galériában. A tárlaton az alkotók munkásságát Szepesi Béla grafikus művész mutatta be, mi pedig most itt a Weekendben. Miért épp ezt a két alkotót kérték fel a mai kiállításhoz? Régi barátság fűz hozzájuk, és egy kis gyűjtőszenvedély is. Meg akartuk mutatni a téma kapcsán, tehát a farsang téma kapcsán, hogy ennek is van művész szempontból is női és férfi oldala. Julikának a nőiessége, a színek szeretete domborodik ki most is a témához kapcsolódóan, de általában attól függetlenül is. Putyunak pedig a groteszkre való hajlama és készsége ezeken a képeken is átütt. És úgy gondoltuk, hogy az ő párosításuk mindig egy nagyon izgalmas felvezetés. Milyen képeket hozott el a mai kiállításra? Csupa vidámat, ami ugye a farsang és karnevár témakörhöz illik, csupa színes, például az első teremben van a Karnevál Velencébe című képem, amit nagyon szeretek, az igazán a témába illő. Többször voltam is Velencében már a karneválon, ami meghatározó élmény volt. Többször meg is festettem ezt a velencei karnevált. Ide is csupa olyan képet hoztam, ami színes, vibráló, azt hiszem könnyű téma, és illik ehhez a témához. Ennyire vidám ember ön, hogyha szeret ilyen vidám képeket festeni? Nem igazán mondhatnám, bár legbelül azt hiszem színes vagyok ott legesleg belül, de verseket is írok, és a verseimből kiderül, hogy az életnek a másik oldalát is nagyon is ismerem, és ott őszintén meg is írom azokat az érzéseket, amik foglalkoztatnak engem. Hogyan kapcsolódik az ön életében ez a két művészeti ág, az irodalom és a festészet? Nem tudom, a mondani valóhoz az ember mindig talál formát. Tehát hogyha valakinek mondani valója van, csak formát kell hozzá találni. Ha valaki ezzel a úgymond művészgénnel születik, gondolom én, hogy, vagy remélem csak, hogy nekem is van ilyen, akkor ahhoz megfelelő formát talál. Hogyan állították össze ennek a kiállításnak az anyagát? Mivel ezt mostanában farsangot járjunk, hát ilyen képeket választottunk, vidámakat, meg a farsanghoz illőeket. Milyen témájú képeket készít általában, és milyen technikával? Hát én groteszket festem, megfestem a fák fájdalmát, az emberek örömét és bánatát, a mindenféle viszontagságait, meg érdekességet. Amit látok, azt festek, csak egy kicsit így egy bizonyos lencsén át. Miért áll önhöz közel a groteszk? Hát úgy látszik, ilyennek születtem, ilyen vagy, így vagyok összerakva, mert azt kell tudni, hogy én Ungváron születtem, és az egy ilyen nagyon érdekes hely, ott minden volt már, és az ember mindent magába szívott, és aztán ilyen lett. Jól tudom, hogy most Vajáról érkeztek alkotótáborból? Igen, Vaján van a 17. téli alkotótábor, mind a 17-en részt vettem, már 23 éve oda járunk, és nagyon szeretjük oda járni.
A kiállítás előzetes bejelentkezés alapján egy hónapon át látogatható a Nádor utcai galériában. Ausztrália, India, Mexikó és Kína, ezeken a helyeken is csodálatos fotókat készített vendégem, Sipos László, Forster Gyula emlékérmes fotóművész, világutazó, író, mondhatni polihisztor. Szép napot, László! Szép napot kívánok mindenkinek! Látom, hogy így a bájt és a dicséretet nem igazán szereti, vagy csak így most sok volt az információ, hát amit mondtam, de ez a valóság, hiszen csodálatos helyeken járt az elmúlt években, mondhatom évtizedekben nem megsértve ezzel önt. Mikor kezdődött az ön életében egyáltalán az utazás, és hogy ilyen helyekre eljutott? Hát lényegében 5 kontinensen járt. Hát, így igaz. Az utazás akkor kezdődött, amikor még nem utaztam, mert gyerekkoromban különös vonzalmat éreztem az útleírások iránt, a távoli kultúrák, távoli földrészek csodái iránt, és hát egy gimnazista koromban kezdtem el igazából utazni, mármint úgy, hogy az ország határait is elhagyva. És hát természetesen, amikor már elkezdtem dolgozni, és megkerestem hozzá való pénzt, baripát és fegyvert, akkor tudtam távolabbi úti célok felé is ellátogatni. Eleinte természetesen Európa kulturális örökségei vonzottak, az európai kultúra bölcsői, azután pedig hát Ázsia, ami mai napig is egy örök szerelem marad. Mely volt a kedvenc úti célja? Mondjuk az ázsiai országokra bolták el a szívét? Hogyan érzi? Tulajdonképpen én azt mondom, meg azt is írtam egyszer az egyik fotóalbumom bevezetőjében, hogy a világ mindenütt gyönyörű. És én ezt tényleg hiszem is vallom. Minden földrésznek, minden országnak, minden tájnak megvan a maga csodája, különlegessége, egyedisége. Egy önmagát nehezen megadó vidékben is, vagy vidéken is különleges néprajzi szokásokra, különleges kulturális élményekre bukkanhat az ember. Tehát én nem szoktam soha országokat sorrendbe rakni, vagy minősíteni, nincs kedvenc országom. Ázsiát is talán azért említettem kedvenc földrészként, mert sokszor jártam ott, összesen, hogyha összerakom azokat a heteket, egyszer-egyszer hónapot is meghaladó utazásokat, akkor ez már 2-3 évet adnak ki. Ez nagyon érdekes út lehet az ön életében, összegezve az utat természetesen. Én azon gondolkodtam a minap, hogy körülbelül 3 évvel ezelőtt találkoztam szerintem önnel először, méghozzá a Sorsfotók második felvonásának bemutatása alkalmával, ahogy ugye a kötet vagy kiadványnak a neve is mutatja, Sorsfotók, tehát komolyabb hangvételű és érzetet adó fotókat láthattunk akkor öntől, illetve az előző kötet alkalmával is. Van esetleg kedvelt műfaja, hogy ilyenkor a szociális érzékeny Lászlót látjuk, vagy a természetbarát Lászlót esetleg? Mi az, ami megmozgatja egy-egy országban, vagy mindig más? Mindig más. Tulajdonképpen én, amikor már a fotóim leváltak a hobbi fotózás szintjéről, amikor már önálló életet kezdtek élni, tehát almanachokban, albumokban, szakfolyóiratokban jelentek meg, akkor én műemlékfotós voltam. És igazából tulajdonképpen azt mondom, hogy talán ez is áll nekem a legjobban. Az egy nagy kaland volt, amikor az utazásaim során egyre többen, különösen az, akik engem elkísértek egy régészeti föltárás, ásatás helyszínére, hát, és ez különösen Dél-Kelet-Ázsiában volt így, akkor azok a gyerekek, olykor felnőttek, kérték, hogy akkor most őket is fotózzam le, vagy róluk is csináljak fotót, amikor esküvőre hívtak meg, vagy a szultán vendége voltam. Tehát ezek voltak azok a pillanatok, amikor hát nem tudtam nemet mondani, és aztán amikor már a kambodzsai második albumon megjelent, az És a Khmerek, már
abban is azért legalább fele részben emberek szerepeltek. Hát a nagyváltást a sorsfotók hozta, és hát most az elmúlt évben kezdtem úgy kicsit kacsingatni a természetfotóim újra értelmezése terén, vagy újra válogatása terén, és hát ebből volt egy-két kiállításom legutoljára Vásárosnaményban, de én igazából szívem szerint magamat az emberi kultúra, vagy a kulturális örökség fotósának tartom. Annyira sokat tudnék Lászlóval beszélgetni, és röstellem is, hogy 2 perc maradt a friss információkra, ugyanis február végén, talán ilyen 25-e előtt érkezett haza, vissza, méghozzá Ománban járt, ugye Arab-félsziget, szultánság, milyen impulzusokat kapott, és milyen képek készültek esetleg Ománban az elmúlt hetekben? Hát Omán egy különleges világ, mellette Jemen, a másik szomszédja az a dúsgazdag Emirátusok, és Szaúd-Arábia a harmadik, tehát egy egészen különleges helyen fekszik. Engem elsősorban a régi, több ezer éves arab kultúra, ami a Falaj öntözési rendszerre épült, és a bronzkori városokra, mert ezek is ománi világörökségekké váltak. Ezek foglalkoztattak, és ezek érdekeltek elsősorban, és ehhez még egy ráadás volt, hogy egy olyan országot láthattam, ami az olajból, az 1962-ben megalakult nemzeti olajvállalat révén rengeteget profitál, de ezt sokkal ízlésesebben, kulturális örökségét megőrzőbb módon teszi, mint mondjuk az emírségek. Tehát itt nem dubajosodott el az ország, azt hiszem mindenki érti, mire gondolok, hanem nagyon-nagyon módszeresen felújították az 500 éves erődöket. Ezekből 500 van ebben az országban, a régi mecseteket, óvárosokat, és egy elbűvölő kultúra alakult ki, amelyben még az operaháznak is helye van, mert a szultán, a függetlenséget kivívó Szultán Kábusz, aki egyébként Oxfordban végzett, imádja az operát, és egy fantasztikus operaházat épített föl Maszkádban, a fővárosban, ahol éppen, amikor ott voltam, Alamer Múri Lúciát játszották, és én is eljutottam egy ária estre, egy világhírű tenor koncertjére. Nagyon érdekes élményekkel gazdagodhatott ott, és természetesen a nézők ugye az elmúlt percekben láthatták is az ott készült fotók valamennyit. Én köszönöm szépen, hogy nem valamennyit, azért ennyit. Nem valamennyit, mert azért gondolom jócskán több készült, egy pár válogatást, akkor inkább így mondom. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és arra kérem, hogy maradjon még, hiszen egy bejátszás következik. Ha jól tudom, akkor most a héten, hétfőn vagy kedden volt egy nagyon érdekes kötetbemutató a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban. A kötet az Értékmentőben címet viseli, és a szerzője az a Sipos László, akivel az imént beszélgettem. Kötet címe Értékmentőben, és tulajdonképpen ez a kulcsa is ennek a kötetnek, hiszen volt egy Értékmentő című legendás folyóirat, a Város és Faluvédők Országos Szövetsége adta ki, 22 éven át jelent meg, és gyakorlatilag ebben az újságban, ebben a folyóiratban megjelent írásaimból válogatódott egybe ez a kötet. Azokról a templomokról írtam, amelyek a Felső Tisza ölelésében fekszenek, és különös hangsúlyt helyeztem a civil szféra és a műemlékvédelem viszonyára, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos terület. Kiknek lehet ez jó olvasmány? Kiknek ajánlja ezt a kötetet? Hát elsősorban a városvédőknek, a faluvédőknek, a lokálpatriótáknak, a szatmári és beregi templomok szerelmeseinek, de
adhat ötleteket azoknak is, akik kulturális programokat akarnak szervezni, hiszen van benne jó néhány tudósítás, amit az ICOMOS-nak készítettem, a European Heritage Days rendezvényeiről. Ez nálunk Kulturális Örökség Napjai címmel fut. A szlovákiai Berzététől Borsin át egészen a Bodrog közig, Edelénytől Nyírbátorig találhatók ilyen helyszínek a könyvben. Írásaimat, tanulmányaimat, tudósításaimat és könyvrecenzióimat tartalmaz ez a könyv, szám szerint 13-at. Én törekedtem mindig arra, hogy soha ne száraz tényeket sorakoztasson föl egy tanulmány vagy írás, de hát óhatatlan, hogy tényeket is tartalmaz. Én szerintem némelyik már majdhogy nem krimi izgalmasságával próbálja boncolgatni a templomok falképkincsét, azok keletkezését kitábrázolnak. Miért nem azt ábrázolják, akiről az irodalom szól? Tehát ebben van egy bizonyos nyomozás, oknyomozás, attribútumok összevetése, szakirodalom ütköztetése, és igyekeztem ezt nagyon olvasható és követhető formában megírni. Segíti ezt az is, hogy a kötetben 73 műemlékfotó található, tehát tulajdonképpen ezek is szinte kézenfogva vezetik az olvasót.